Sziasztok sportársak, szeretettel köszöntelek benneteket újra itt a Fitkes stúdió karanténjában. Folytatódnak az edzések a ti kérésetek alapján. A múltkori átmozgató edzések után most már egy konkrét, alapozó edzéssel foglak várni benneteket, felépítve tematikusan 6 blokkban. Minden egyes blokk különböző izomcsoportra fog edzést nyújtani számotokra, ezeket a blokkokat összegyúrva és külön-külön is tudjátok majd használni. A bemelegítésről ne feledkezzetek meg az edzés elején, és a nyújtás a végén ne maradjon el. Fogadjátok szeretettel ezt az alapozó csomagot! Sziasztok sportársak! Szeretettel köszöntelek benneteket a mai nap folyamán. A mai blokkunkban kombókat fogunk tanulni. Megint minden izomcsoport részt fog venni benne. Leszünk talajon, fogunk állni, ugrálunk is, szökkenünk is, erősítünk is, úgyhogy tónusos izmokat formálunk továbbra is. A bemelegítés után kezdhetjük. Első feladat. Válszélességű terpesz. Derékszög be a könyök. Minden egyes lábnyitásra nyit a kar is. Egy-egy. Először próbáljuk meg ezt, jó? Még egyszer ismételni. Oké, okay. És most összekötjük azzal, hogy egy nyit, kétszer szökken. Egy nyit, kétszer szökken. Figyelsz arra, hogy a derekad, a törzsed folyamatosan ezt a 45 fokot tartja. Jó? Nyit, nyit, hop, 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 hop. Nyit, nyit, hop. Na még egyszer. Nagyon jó, egy icipicit szusszanunk, a feladat ugyanez marad, csak nem így nyitjuk a kart, hanem toljuk a kart. Tehát a kiinduló helyzet ugyanez, és minden egyes nyitáshoz tol, tol, hop, hop, tol, tol, hop, hop. Gyere! Csinálhatjuk kicsit lassabban is. Kin, kin, nyit, nyit. Na még egyszer. Szuper! Te hogy vagy? Még jól, de az óra végére azt hiszem megízott te is. Na most ezek azért kombók, mert összekötjük őket. Minden ilyen páros feladatot össze fogunk gyúrni. Tehát az előbbi és a tolósat összekötjük egy ilyen, egy olyan. Mehet is. Nyit, nyit, hop, hop, tol, tol, hop, hop. Sima. Toló. Még kétszer. Egy, egy, szökken, szökken, tol, tol, szökken, szökken. Utolsó. Nagyon ügyes vagy. Kicsit pihenünk, és megyünk tovább. Következő feladatpár. Guggolás lesz az első része. A második feladatra pedig nézzél ki a szobába egy üres falfelületet, mert azt fogjuk támasztani. Na szóval csinálunk 12 darab guggolást simán válszélességnél szélesebb terpeszbe. Engeded le a fenekedet, tolod fel, és egy kicsit előre tolod a csípődet. Jó? Megfeszíted. Próbálj meg viszinni lejjebb, leengedni, mert akkor fog bekapcsolódni még több izomcsoport, mint hogyha csak itt fönn guggolászunk. Akinek rossz a térde, természetesen csak addig guggoljon le, ameddig tud, illetve, hogyha megkönnyíti esetleg a feladatot, akkor kereshet egy széket, és arra is nyugodtan leülhet. Jó, ha megvan a 12, én kinéztem magamnak egy falat, ide fogok állni, ahol figyelni kell arra, hogy 1. ne csúszál el, 2. teljes hátfelületeddel és a fejeddel is neki támaszkodsz a falnak, kicsit elpesz,
és figyelsz arra, hogy derékszöget zárjon be az a lábszárad és a combod. Jó? Nézd csak meg! A combom a talajjal párhuzamos, mert ha feljebb vagyok, akkor sokkal könnyebb támasztani ezt a falat, viszont így combból tartom magam. Jó? Ezt is tudod növelni időtartamra. Most mi egy fél percet fogunk körülbelül itt eltölteni, de nagyon-nagyon jól lehet érezni, hogy a combizmok mennyire dolgoznak. Ha fáj, akkor hagyd abba, ha nem, akkor csináld. Jó? Oké, meg vagyunk. Nagyon jó. Ezt a blokkot is, hogyha esetleg már haladó vagy, nyugodtan ismételheted még egyszer. Jó? Megyünk tovább. Megint megyünk le a talajra. Két támaszból fogunk indulni. Mint észrevettétek, ez a mai blokk, ez ilyen lépegető szökkenés, nős egyben. Most ugyanezt fogjuk itt a talajon is csinálni, csak két támasz a kiinduló helyzet. Föllép, föllép, hátra. Vissza, szökken, hátra. Jó? Mehet. Lép, lép, hátul, hátul, szökken, vissza. Lép, lép, hátul, hátul, szökken, vissza. Na még. Még egy utolsó. És csak tartsál! Csak tart! Ez hasonló ugye, mint a plank. Nagyon-nagyon jó statikus tartás. Fogok még nektek egy párat tanítani az elkövetkezendő időben. Jó, ragd le, pihenünk egy picit. Ennek a párja szintén kész támaszba. Emlékszel még fönt? Nyit, nyit, hopp, hopp. Nyit, nyit, kétszer szökken. Még egyszer. És most összekötjük az előbbivel. Belép, belép, hátul, vissza, elő, hátul. Kint, 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 bent, kint, bent. Fönt, fönt. Nyit, nyit. A mai órán remélem kellemesen elfáradtatok, de mielőtt befejezzük, tudod, hogyha velem dolgoztál eddig is, jön a plank kihívás. Úgyhogy most jön az íre a pont, mert hogy 40 másodpercet fogunk tartani. Kezdhetjük itt. Jó? 3, 2, tart! Ha az elmúlt órákon részt vettél, és követted a feladatsorokat, akkor már erősödtél, napról napra észre fogod venni a változást magadon. A rendszeres sport tényleg heteken belül érezhető az erőnléteden, úgyhogy higgyél magadba, én hiszek benned, azért vagyok itt, hogy segítsek, hiszen együtt sokkal könnyebb. Ha nehéz, tudod, lerakod a térdet, tart, 5, 4, 3, 2, 1. Kedves egészségetekre, legközelebb találkozunk. Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előrehozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal, ugyanez? Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan.
háromszor. Poposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, válkörzés, hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele. Hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll. Keresztbe magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik. Lapockád közé beteszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!